Jó estét kívánok! Önök Gyöngyös Ma című közéleti magazin műsorunkat látják. Növeli jelenlétét a városrendészet a 80-asi városrészen. A múlt héten egy lakossági fórum keretében mondhatták el panaszaikat a lakók. A városrendészek a hétvégék mellett alkalomszerűen hétköznap éjszaka is kiemelt ellenőrzéseket folytatnak. Tresó Gábor, a városrendészeti igazgatóság rendészetvezető helyettese a vendégem. Szia, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Legutóbb vendégünk volt Bárdosné Kocsis Éva önkormányzati képviselő, aki ennek a körzetnek a képviselője, és itt beszélt a problémákról, és felvetette azt, hogy valószínűleg azért érkeznek oda ezek a rendbontók, mert a belvárosi szakaszból kilettek tiltva. Ezt ti is így látjátok? Igen, 8. 24-én ugye 10-es körzetben az önkormányzati képviselő szervezett egy ilyen közbiztonsággal kapcsolatos lakossági fórumot, amelyre meg volt a városrendészet is hívva, illetve a polgárőrség. Igazándiból több most ott az ilyen rendbontó szabály sértő esetleg, hogy valóban kiszorultak innen a belvárosi részben? Nem tudnám azt mondani, hogy több, mint máshol. A belvárosban is ugye igazándiból folyamatosan intézkedés alá vonjuk a jogsértő személyeket. 80-asban is ugye folyamatos járőrszolgálatot teljesítünk, körzeti rendészek is folyamatosan kint vannak a területen. Nem láttunk olyan kiemelkedő statisztikai adatot, ami igazándiból azt mutatná meg, hogy kirívó esetek történnek az adott város részben. Mi az, amit a lakók panaszoltak számotokra? Hát ami főbb témakör volt, az a guberálás volt. Ugye, hogy éjszakánként személyek a kukatárolókba ugye a hulladékot túrják ki, ezzel beszennyezik ugye a közterületeket is. A lakóházak tisztántartása volt még a témakör, ugye, hogy több hulladék kerül ki így a közterületre, de főként azt tudnám elmondani, hogy a guberálás volt, ami a legnagyobb probléma most a városrészen ott lent a 80-asban. Önkormányzati képviselőasszony azt mondta, hogy ott össze is fogtak úgy a lakók, hogy akik egy társasházban élnek, azok mindig majd este lemennek, és akkor be fogják zárni ezeket a bizonyos kukatárolókat. Felhívnád esetleg a lakosok figyelmét valamire, hogy mi az, amit még mi is megtehetünk? Hát igen, azt szeretném úgy a lakosság részéről kérni, hogy sok esetben tapasztaljuk azt járőrszolgálatunk alkalmával, hogy a hulladéktárolók az esti időtartamban nincsenek zárt állapotban. Tehát úgymond a guberáló személyek egy nyitott tárolóhoz oda tudnak menni, és akkor ugye nyilván ki tudják a szemetet túrni belőle, ezzel ugye beszennyezve a területeket, hogy amennyiben lehetséges, nekünk nagy segítség lenne, hogyha zárhatóak lennének ugye a hulladéktárolók. Ebben ugye a társasházak közös képviselete is tud segítséget nyújtani. Most ugye itt a bevezetőben említettem, hogy hétvégéken kívül még éjszakánként is megjelentek majd a területen. Korábban egyébként mennyire volt gyakori ott a járőrözés? Igazándiból minden nap aktív járőrszolgálatot adunk az egész városban, tehát minden körzetet érintve. Hétvégente péntek, szombat van ugye éjszakai szolgálatunk, de egy tervet készítettünk erre a mostani helyzetre is, és a jövőben ugye fokozottabb járőrszolgálatot fogunk a lakosság érdekében végrehajtani az adott területen, és a péntek-szombat éjszakai szolgálatok mellett alkalomszerűen, de fogunk hétköznaponként is éjszakai szolgálatot teljesíteni, növelve ezzel a lakosság szubjektív biztonságérzetét. Mi a tapasztalat? Egyébként van is szükség az éjszakai járőrszolgálatra? Tehát akkor gyakrabban lehet találkozni ilyen szabálysértőkkel, rendbontókkal, erőszakos emberekkel? Igazándiból nem mondanám konkrétan, mert napközben is ugyanúgy megészleljük ezeket a szabálysértéseket, vagy szabályszegéseket, ugye? Úgyhogy nem mondanám, hogy az éjszaka konkrétabban több minden történik ilyen téren, amiben ugye eljárunk. A városnak mely területét mondanád most a leginkább fertőzöttnek, vagy próbálok szépen fogalmazni, ahol a leginkább szükség van a munkátokra? Vagy ilyen kiemelt körzet most nincsen? Kiemelt körzet nincsen. Tehát akkor mindenhol meg kell jelenni, mert mindenhol megjelenhetnek. Így van, nyilván ugye mindenhol szeretnék, ha teljesítenénk ugye a szolgálatot, ezzel növelve ugye a biztonságérzetet az egész város területén. Ugye láttuk a közösségi oldalon, hogy a tegnapi nap folyamán egy erőszakos férfit sikerült elfognatok. Mi történt ott? Így van. Hát lent volt lényegében a McDonald's környékén ez az incidens.
egy lakossági bejelentést kaptak járőreink, miszerint egy férfi egy dolgozó személlyel szemben garázda magatartást tanúsít. A hölgy felé ugye támadó jelleggel lépett fel. Ezt jelentették a járőrszolgálatunknak, akik pár perc múlva a helyszínre érkeztek. 10-20 méterrel arrébb a megnevezett személyt intézkedés alá akarták vonni, aki nem volt együttműködő, megpróbálta magát kivonni a intézkedés alól, oly módon, hogy kollégáim elől elszaladt, majd két sarokkal arrébb lett utolérve, ott intézkedés alá vonva, és vele szemben ugye továbbiakban rendőri eljárás indult. Itt is ugye említetted, hogy lakossági bejelentés alapján érkeztetek, és ugye most a 80-asban egy lakossági fórum volt. Számotokra mennyire fontos az, hogy a lakosok mondják el ezeket a problémákat, illetve mennyire gyakori az, hogy a lakosokat az említett telefonszámokon jelentik be ezeket? Gyakori, tehát napi szinten van egy ismert járőrtelefonszámunk, napi szinten nagyon sok lakossági bejelentés észrevétel érkezik, amit köszönünk is a lakosságnak, mert könnyebb a járőri munka is abban, ha megnevezik, hogy adott helyzetben hol van probléma, és tudják ezzel segíteni a munkánkat. A műsoridőnk sajnos lejárt, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és további jó munkát kívánok. Köszönjük nektek. Szépen. Hasonló témával folytatjuk a műsort, úgyhogy ne menjenek sehova.